Hadd meséljek valamit. Nekem soha nem voltak házi állataim, és ezt rettentően hiányoltam mindig is. Szinte biztos vagyok benne, hogy ha egyszer lesz egy kertes házam, akkor oda először a kutyám fog beköltözni, és nem én. Na de mit keres mégis kettő hal a nappalimban? Az elmúlt 3 napot a lába miatt Sopronban töltöttem, és amikor visszajöttem Budapestre, akkor jött a telefon, hogy Cső Barni, van itt nálam valami, sziasz, az a Kettner, lol. Jaj. Még miért elkezdjük ezt a vlogot, és hogy miért vannak itt a halak. Azt mondom, hogy itt már láthatátok, és ez most nem sajnálhatásképpen, de vettem egy bokarögzítőt. Egészen javulnak a dolgok. Nap mint nap nagyon sokan kérdezitek, jobbulást kívántok, nagyon szépen köszönöm. Tényleg nem akarom sajnálhatni magam, az előző videóban sem akartam, de úgy néz ki, hogy szépen lassan helyre jönnek a dolgok, de azért az még túlzás, úgyhogy bokarögzítőt kell mindenképpen hordanom itthon. Viszont a halak! Ez az akvárium, amit láthattatok a videó elején, ez már össze van rakva. Na most ez az egész ez nem így nézett ki, hanem ezt gyors elfogyasztom. Na most amikor a halakat megkaptam Henrytől, ez nem ilyen állapotban volt. Nem volt benne a tető a lámpával, nem is szerelem szét. Nem volt benne a vízforgató, nem voltak benne a kavicsok, nem volt semmim hozzá. És akármennyire is halakról beszélünk, kettő egyszerű halról, két aranyhalról, ezekkel velük eszméletlen sok meló van. Eszméletlenül sok. Mint egy rossz... Sima csapi víz, lehet sípolok, mert nappali vagyok, hogyha ezt még mindig nem tudtam megoldani. A sima csapi víz nekik nem jó, mert tele van klórral. A kavicsokat előtte ki kellett mosni teljesen, és az egész úgy nézett ki, mint egy smogos peking. De mondta nekem a halárus, illetve a kisállatkereskedésben a bácsi, hogy... illetve a kisállatkereskedésben az emberke, hogy hagyjam úgy, az reggelre, hogyha belerakom ezt a vízforgatót, akkor az ki fog tisztulni, és egyébként így is lett. Illetve még kettő ilyen víztisztító, fertőtlenítő, nem mondanám azt, hogy vegyszer, mert azt mondták, hogy nagyon ilyen természetes anyagok vannak benne, és konkrétan nem tudom túladagolni se, mert nem lesz a halaknak semmi bajuk, hogyha most ezt az egészet így van beönteném, akkor se, de ez a kettő, ez kitisztítja nekik a vizet. Illetve, jaj, haltáp. Amikor megkaptam a két halat, egy ilyen zacskóni tápot kaptam mellé, és hát így álltunk így Henryvel egy akvárium mellett, és így tanakodtunk rajta, hogy vajon ebből mennyit kell nekik adni. Megmutatom, hogy mi történt. Mi ennyit öntöttünk be nekik, csak hogy viszonyítani tudjatok, itt van a kezem mellette. Na most a helyes megoldás... az ez lett volna. És hát azért valljuk be, van egy kis különbség a kettő között. Egy pöppet egyébként még mindig ilyen opálos a víz, de a tegnapihoz képest már tényleg ez szinte kristálytiszta ahhoz képest nem volt, úgyhogy szerintem még pár óra is ki fog tisztulni teljesen, de én előre féltem őket, mert hát, hogy nem siponunk. Mert egyrészt nem mondanám magamat ilyen szinten felelősségteljesnek. Azért 26 éves vagyok, szóval tudok vigyázni dolgokra, de ismerem magamat, tudok hanyag lenni. A második pedig, hogy én elég sokat utazom. És most azt nem tudom, hogyha például majd újra lehet repülni, körülbelül ilyen, nem tudom, majd valamikor, akkor mit fogok csinálni velük, mert hogyha mondjuk egy hétre, jobb esetben, hogyha csak egy hétre megyek el, de legyen akár 3 nap is, akkor adsz tápot a halaimnak? Szóval nem tudom, hogy lehet valakit meg kell kérni ebben az esetben. Remélem, hogy addig ki fogják húzni. De meddig ér egy aranyhal. Az, hogy miért van itt 3 mikrofonos, sejthetitek. Még miatt bármit csináltok, lent van a link a leírásban, de még miatt bármit csináltok, szeretném nektek itt is jelezni, hogy a podcast, amit Henryvel és Ábellel csinálunk, kicsit szabadszájúbb, kicsit inkább talán a korunkbelieknek szól, vagy nem feltétlenül nagyon fiataloknak. Lesznek benne olyan témák, amik abszolút nem nektek fog szólni, úgyhogy ha 16 fölött szerintem sima, de hogyha 16 alatt vagy, akkor szerintem először kérdezd meg anyát és apát, hogy mit gondol erről, és utána a saját felelősségre. De jelezzétek inkább a szülőknek, hogy mit néztek, az soha nem árt. Meddig él egy fish? Milyen lenne? Kiszednénk azt a két aranyhat, és beraknánk egy harcsát. How long does goldfish live? 10-től 15 évig? Jó, nem. 2-től 3 évig egy ilyen kis gömb akváriumban lehet, itt a nagy aranyhalakra gondoltak. 2-3 év. Az is sok. 2-3 év. Jó. Viszont most egy van házi állatunk. Nézettség! Így né. 30 percetek van, srácok. Sok sikert!
mennyibe? 200 IQ! Miket szoktak meg az ilyen háziállatos videókban rakni, azt nem... Ilyen kihív, valami kihívásokat, nem? Csalók. Mégis a horgászos videót is, ha azt vesszük. Esküszöm egyébként hangulatot. Lehet kicsit túltalom, sőt, biztos, hogy egy kicsit túltalom, de egyszerűen azt megkérdhetek, srácok, hogy az elmúlt 10 napban nem tudtam sehova se menni. Az egyetlen dolog, ahol idáig voltam, az egy gyógyszertár volt, és kocsival. Szóval így kiszálltam a gyógyszertárt, és bementem a bokarögzítőn, mert ez most szar. Azért van most ez a videó, és nincsen egy olyan heti vlog, vagy nem tudom, hogy Magyarországon belül ide-oda megyünk, vagy bármilyen akciódúsabb program, mert egyszerűen most nem tudok, és az a legfontosabb, hogy ez rendbe jöjjön. Remélhetőleg egy héten belül minden okés lesz. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ha már itt van ez, és nekem is új dolog, akkor csinálok erre egy videót, és nagyjából egyébként őszintén szóval tényleg ennyi, ami velem a héten történt. Szóval ennyi, nem, semmi nem történt. Egyébként a víz az még... Hát tisztul, de nem százas, lehet a kavicsokat nem mostam ki elég, úgyhogy ha holnapig nem javul meg teljesen, akkor lecserem az egész vizet. Kérdeztem tőletek neveket, és soha nem szeretem azt, hogy egy házi állatnak olyan nevet adnak, ami nem név. Ezt félre ne értsétek, de szerintem az a nívósabb, hogyha egy házi állatnak rendes neve van, szerintem. A és E. Boris és Morris. Karcsi és Pista. Hal 1, hal 2. Hal 1.0, hal 2.0. Rédi és Béni. Béla, Géza. Úgyhogy én, mivel az elmúlt időben nagyon sok South Parkot néztem, maradtam a Stan és Wendy névnél. Gyerekek, halakról beszélek. Annyira nem tudom, hogy nincs semmi, hogy hal. Két hal. 10 perces videó, két halról. Te Jesus! Viszont... Itt az alvás ideje. Holnap reggel még valamit mutatok nektek. Good night, fishes! Ezen az SD-n van az első podcastünk. Ezt fogom a mai nap folyamán megvágni. Ezt kell megcsinálnom. Úgy osztottuk fel egyébként a srácokkal, hogy minden héten általában kettő podcastet fogunk felvenni, és azt a heti anyagot mindig egy ember vágja meg, és akkor cserélgetjük ezt az egészet. Szóval közösen fogjuk csinálni. Srácok, nagyon fontos, linkek a leírásban, elmondom még egyszer, van a nagy podcast csatornánk, és van a kis podcast csatornánk. Hogyha valaki nem akarja végignézni az 50 perces podcasteket, vagy végighallgatni, akkor lesznek highlightok, ahol kiemeljük a lényeget, azok röviden fel lesznek töltve, azt is meg tudjátok nézni, de a hangulat érdekében én ajánlom nektek, hogy nézzétek végig az egészet, hogyha tehetitek és van időtök, akár vezetés közben, hogy idősebbek vagytok, akár minden közben. Én arra jöttem rá az elmúlt időben, hogy eszméletlen sok dolog közben lehet podcastet hallgatni, és én tipikusan az az ember vagyok, aki bármit csinál, a háttérben mindig megy valami. Kívül most. De ha kajálok, akkor is szól valami a háttérben. Hogyha takarítok, hogyha nem tudom mit csinálok, mindig valami van a háttérben, és én az első epizód alapján, amik így történtek, tudom nektek ajánlani, maradjunk ennyiben. Szerintetek lesz ma még ilyen apokalipszis, vagy valami hasonló? Ez egész szépen kitisztult. Srácok, egy jó tanács a végére. Csak akkor fogadjatok el házi állatot, legyen az kutya, macska, kisállat, bármi, ha tudtok vele foglalkozni. Ez nagyon fontos. Ne azért legyen egy kutya a kertben, hogy fú de jó, ott van, és akkor adtok neki napi egyszer egy kaját, hanem foglalkozzatok velük. Most nyilván én nem tudom elvinni őket sétáltatni, de erre figyeljetek oda. Ezt én nagyon tudom ajánlani, és legyetek felelősségtudatosak, úgyhogy ez. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a több mint 10 perces halas videómat. Remélem eszméletlenül izgalmas volt. De most ez van! Kész! Már elmondtam. Úgyhogy, ha tetszett, hogy dobjatok a like-t, és ha nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, srácok. Minden link a leírásban. Elmondtam még egyszer. Instagramon még, hogyha gondoljátok, kövessetek be. Rájöttem megint elcsesztem, megint nem a videó elején mondtam ezt az egészet. Köszönöm szépen. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!